Ragyogó napsütéssel számoltak az ozorai falu napra, de az időjárás nem így alakult, ezért a Szent István napi eseményt más helyszínen kellett lebonyolítani, de ott is örömmel léptek színpadra a fellépők. Hagyományőrző tánccsoportok lépnek fel, és mindig van egy sztár vendégünk, mert anélkül meg nem ünnepé az ünnepé, ezt mindig várják a lakosok is. Idén Notár Mérire esett a választásunk, még márciusban lefoglaltuk, hogy legyen meg a rendezvényünkre. Az értékár arány nagyon sokat nyom alatba, tehát amilyen kevés pénze van az önkormányzatnak, próbáljuk az olcsóbb árfekvésű fellépőket kiválasztani, de azért elfogadható legyen a közönség számára is. És ezért töltjük kulturális műsorral, karaokit tettünk, hogy a lakosok is hadd szólalhassanak meg, mutassák meg, hogy mit tudnak, meg bátran álljanak ki ők is a színpadra. Ne csak mindig a gyerekeket szólítsuk meg egy-egy rendezvény alkalmával, a szülők is álljanak ki nyugodtan. Eredetileg a piac téren terveztük, és talán polgármesterségem alatt ez az első alkalom, hogy át kellett hoznunk ezt a művelődési házba, ezt a rendezvényt. Hát nagy nézőközönségre számítunk, remélem, hogy el fogunk férni, de sok jó kis helyen is elfér. A rendezvény keretein belül hirdették ki a település legszebb mini és konyhakertje címet. Az országos kezdeményezéshez évekkel ezelőtt csatlakozott Ozora. A legszebb konyhakertek országos rendezvényhez még 2017-ben csatlakozott a településünk, és azóta is minden évben folyamatosan megrendezzük. Most már 20 fölötti kerttulajdonos jelentkezik a versenyre, és főként az idősebb lakosság nevez be, de a fiatalabbak között is vannak résztvevők. Rendezett kerteknek kell lenni, és a szemlén való részvételt vállalniuk kell, hogy megyünk, szemlézzük, kétszer kell, ez a kötelező eleme a pályázatnak. A település művelődési házában arra nincs elegendő hely, hogy a kulturális fellépők mellé minden egyéb, arra a napra tervezett programot beköltöztessenek, de azért a legkisebbek is élvezhették a délutánt. Gyerekprogramokat is terveztünk, és ahogyan engedi most az időjárás, meg is tudjuk valósítani. Az ugrálóváras most készülődik, halászat van még ezen kívül, valamint csillámtetoválás, amit nagyon szeretnek a gyerekek. A színpadi fellépők között természetesen helyiek is voltak. Az ozorai hagyományőrző tánccsoport mellett a színkör is készült erre a napra. Színkör az alkalomhoz illő népdalcsokrot állított most össze, és aztán a program további részében egy vidámabb tánccal is készültünk. Ez egy western tánc nyugdíjas módra. Minden hétben találkozunk a színkör megalakulása óta, ez már rendszerré vált 15 éve, de amikor valamilyen programra készülünk, akkor egy héten többször is összejövünk. Zene volt az, ami megfogott bennünket először, és akkor Erzsi, a kolléganőm, kitalálta egy koreográfiát, ami mindenkinek tetszett. A szomszédos települések hagyományőrző csoportjai is meghívást kaptak a falunapra. A falunap ugyan nem a tervek szerint sikerült, de a közösségépítő célját így is elérte a rendezvény.